Kovács Imre megkérette, a Tóth Pista nem engedte, Loringot is rátette. Balogh Mihályt 35 esztendővel ezelőtt tüntették ki népi iparművész címmel. A galériában az életmű kiállításának anyagából látható válogatás. A tárgyakat Prokné Tirner Gyöngyi ajánlotta a diákok és a pedagógusok figyelmébe. Mint fogalmazott, az alkotó különleges pályautat járt be. Ez az egyediség abból fakad, hogy ő másként áll a faanyaghoz, mint amúgy általában a faragók. Ő nem elsősorban a faragással díszíti, úgymond a használati eszközöket, használati tárgyakat, hanem ő a fa szépségét bontja ki azzal, hogy teljesen leegyszerűsített formákat használ, és a fa erezete maga a tárgyaknak a díszítő eleme. Ezek a használati eszközök 80-120 éves fák törzseiből készültek. A tálalópolchoz a dió, a fűszertartóhoz a szilva, az edényekhez pedig a vadcseresznyefát találta legalkalmasabbnak. Az alkotás során többnyire a népi hagyományt, az ősi white technikát alkalmazza. A több éven áttartó munka első fázisa az alapanyag kiválasztása. A folyamat az úgy kezdődik, hogy valaki megkeres, hogy van egy érdekesebbnek tartott formájú fája, hogy tudnám-e hasznosítani. Azt én elmegyek, megnézem, és ilyenkor már általában a lábon álló fába belelátom azt, hogy mi az, amit tudok belőle készíteni. De ez nem mindig jön össze természetesen. Amikor leveszem a fának a kérgét, akkor mutatja meg, hogy mit enged magából készíteni. A faműves népi iparművész kiállítása november 30-áig tekinthető meg a Kertvárosi Iskola galériában.